Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök telefonon megbeszélést folytatott amerikai hivatali kollégájával, Joe Bidennel, miután az Egyesült Államok képviselőháza elfogadta a Kijevnek nyújtandó újabb katonai támogatásról szóló törvényjavaslatot. Zelenszkij közlése szerint megbeszélték az amerikai katonai segélycsomag tartalmát, Biden pedig biztosította őt arról, hogy a törvényjavaslatot a szenátus jóváhagyása után azonnal aláírja. Az ukrán elnök köszönetét fejezte ki az Egyesült Államok elnökének Ukrajna támogatásáért. Méltatta a törvényjavaslat kétpárti támogatását is. Zelenszkij tájékoztatása szerint ezen felül megvitatták a kétoldalú biztonsági megállapodással kapcsolatos munkájukat és a közelgő svájci békecsúcs előkészületeit is. Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője az ukrajnai háborúval kapcsolatban elmondta, most az a legfontosabb, hogy Kijev elfogó rakétákat kapjon és több támogatásban részesüljön városainak védelméhez. Josep Borrell felhívta a figyelmet arra, hogy Ukrajnában hiány van a hagyományos hadviseléshez szükséges 155-ös kaliberű lőszerekből. Méltatta, hogy számos ország csatlakozott ahhoz a cseh kezdeményezéshez, amelynek keretében a világ minden tájáról szereznének be muníciót. Borrell azt is nyomatékosította, hogy nem az Európai Bizottságon múlik az, hogy meghatározza a Kijevnek nyújtott katonai támogatás mértékét és mennyiségét, hanem az uniós tagállamokon. Mint mondta, a hétfői tanácskozás fontos volt abból a szempontból, hogy a miniszterek megértették, milyen támogatásra van szüksége Ukrajnának, és ennek fényében hoznak döntéseket saját kapacitásuknak és szükségleteiknek megfelelően. Lengyelország nem tud Patriot rendszereket átadni Ukrajnának, mivel nincsenek saját tartalékai, de más formában segítséget nyújt a légvédelem terén, mondta Donald Tusk miniszterelnök. Ukrajnának nincs elég légvédelmi rendszere a városok és az energetikai infrastruktúra megvédéséhez, emlékeztetett a lengyel vezető politikus. Az amerikai gyártmányú Patriot rendszerek rendkívül hatékonyak az orosz ballisztikus és cirkáló rakéták elfogásában, ezért Kijev főképviselője ezeket kéri szövetségeseitől. Lengyelország egy Patriot rendszer telepített a délkelet-lengyelországi repülőterére, amely az Ukrajnába irányuló védelmi segélyszállítmányok kulcsfontosságú logisztikai csomópontja. Ennek a rendszernek az Ukrajnába küldése nem jöhet szóba, mivel azt az amerikai hadsereg telepítette a repülőtér védelmére. Varsó más típusú fegyvereket is tud biztosítani, amelyek segítenek megvédeni Ukrajnát az orosz rakéta és dróntámadásoktól, mondta Donald Tusk lengyel miniszterelnök. Csak márciusban több mint 170 milliárd hrivnyát fordított Ukrajna a védelmi ágazatra, amit adóbevételekből és katonai kötvényekből finanszíroztak, írja a Korrespondent.net hírportál. 2024 első három hónapjában az állami költségvetés általános alapjának a biztonsági és védelmi ágazatra fordított kiadásai 408 milliárd hrivnyát tettek ki, ami a teljes költségvetés mintegy 60%-a, közölte a pénzügyminisztérium. Ezeket a forrásokat egyebek mellett a katonai személyzet, tisztek és közkatonák, valamint a rendőrök fizetésére, valamint felszerelések, fegyverek, lőszerek, üzemanyag és élelmiszerek vásárlására fordították. A pénzügyminisztérium emlékeztetett arra, hogy a kormány a biztonsági és védelmi ágazat kiadásait kizárólag saját adóbevételei és katonai kötvények terhére finanszírozza. Az EU közelgő 14. szankciós csomagjának meg kell akadályoznia, hogy Oroszország árnyék tanker flottáján keresztül kiátsza az olajszankciókat, jelentette ki Tobias Billström, Svédország külügyminisztere. A hónap elején Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság alelnöke azt mondta, hogy a 14. szankciós csomag már készül, és valószínűleg olyan intézkedéseket tartalmaz majd Oroszország ellen, amelyek a már életbe lépett szankciók
szankciók kijátszása ellen irányulnak, nevezetesen a tengeri olajkereskedelmet fogja érinteni. Az EU, az Egyesült Államok és a G7 csoport 2022. decemberében 60 dolláros hordonkénti árplafont szabott ki az orosz tengeri olajra. Bár kezdetben rendesen működött, Oroszországnak végül sikerült nagyrészt kikerülni a szankciók hatásait a nem biztosított tartályhajókból álló árnyékflotta használatával. A 14. szankciós csomagról szóló megbeszélés még korai stádiumban van. Április 23-ától a külföldön tartózkodó hat köteleskorú férfiak csak az Ukrajnába történő visszatéréshez szükséges dokumentumokat tudják magukhoz venni az ukrán konzulátusokon. Az ukrán külügyminisztérium ugyanis arra utasította az ország valamennyi konzulátusát, hogy függesszék fel a 18 és 60 év közötti férfiak számára a konzuli szolgáltatásokat. Áll abban a dokumentumban, amit Andrei Sibiha, a külügyminiszter első helyett tese jegyez. Az okmány megjegyzi, hogy a szolgáltatások felfüggesztése a hadi állapotról szóló törvény 8-as cikkének 6 és 16-os pontjaival összhangban valósul meg. A felfüggesztés azért történik, hogy megakadályozzák a kötelező katonai nyilvántartásba vétel elkerülését, és ezzel a mozgósítás alóli kibúvást olvasható a levélben. A kiadvány szerint a korlátozás érvényben marad mindaddig, amíg a minisztérium felvilágos nem kap a májustól hatályba lépő mozgósítási törvény rendelkezéseivel kapcsolatban. Kedd reggelre virradóan Oroszország ismét drónokkal támadta Odesszát. 9 ember megsebesült, közülük 4 gyerek. 3 felnőttet közepesen súlyos sérülésekkel kórházba szállítottak, másokat a helyszínen elláttak, közölte Oleg Kiper, odesszai megyevezető a Telegram csatornáján. A városban minimum 14 lakóépület is megrongálódott. Támadás érte Kijevet is. A főváros felé indított orosz drónokat azonban kivétel nélkül megsemmisítették, közölte Szerhij Popko, a kijevi katonai közigazgatás vezetője a Telegramon. A légvédelmi rendszerek 15 drónt semmisítettek meg Odessa, Kijev, Mikolajiv és Cserkaszi régió fölött. A Hagyományok Háza hálózat Kárpátalja immáron 3. alkalommal szervezte meg a kezdő néptáncpedagógusok módszertani képzését a kárpátaljai táncoktatók és a néptánc iránt érdeklődők számára. A program nagy népszerűségnek örvendett az előző időszakokban is, ami jól mutatja azt, hogy mennyire fontos a kárpátaljai magyar közösségnek a hagyományápolás. A szervezők célja, hogy a képzés segítségével enyhítsék a háború miatt kialakult káderhiányt vidékünk településein, valamint, hogy olyan tanárokat neveljenek ki, akik az autentikus kárpátaljai táncokat, mint például a dobronyit is jól ismerik. Gyakorlatilag 3. alkalommal szervezi meg a Hagyományok Háza Hálózat Kárpátalja a néptáncpedagógus módszertani képzését. Az előző ciklusban januártól májusig tartott a foglalkozások száma, mostantól pedig szeptembertől májusig tart, tehát egy kibővített képzésen vehettek részt a mostani pedagógusok. Már az utolsó előtti foglalkozáson vagyunk, jövő hónapban, májusban már a záró alkalmon fognak majd részt venni, ahol a pedagógusok fognak majd számot adni arról, hogy mit tanultak az elmúlt gyakorlatilag 9 hónapban, és hát ezt követően pedig egy hivatalos ünnepélyes oklevél átadóra kerül majd sor, ahol majd mindenki átveheti az oklevelet, amennyiben jól szerepelt az úgymond vizsgán. A néptánctanár képzés is beleilleszkedik abba a rendszerbe, amit a Hagyományok Háza hálózat kidolgozott. Ezáltal a táncon túl népzenét, népi éneket, valamint hagyományőrző, kézműves oktatókat is palléroznak. A Pásztorházban az egy nagyobb évű program, azt most már harmadszor indítottuk el, ez a tavaly ősszel indult. Ez a kezdő néptánc oktatók képzése, tehát olyan oktatók képzése, akiknek esetleg nincs megfelelő néptáncos előképzettségük, de szeretnék ezt. Ugye most nagy pedagógus hiány van, és kifejezetten a kárpátaljai pedagógusokra építettünk fel egy programot, állította össze ezt a programot az Antal házaspár, és ők szeptember óta egy 60 órás képzést tartanak itt Kárpátalján, havi rendszerességgel, aminek éppen jövő májusban lesz a lezárása, tehát ezek az oktatók
oktatók egy vizsgával zárják ezt az egész programot, mivel ugye ez egy egész éves dolog. És én mondom, ez már most a harmadik alkalom, és nagyon nagy sikere van, és annak is remélem, hogy lesz folytatása. Indítom, impa-pa, impa-húz, impa-húz. A képzést ezúttal is a vidéken már jól ismert nyíregyházi Antal Dóra és Antal Roland néptáncpedagógusok, a nyíregyházi tánctanoda alapítói, művészeti vezetői, a Hagyományok Háza Hálózat Kárpátalja mentorprogramjának mentorai vezették, akik egyben a módszertani képzés tananyagának kidolgozói is. Az első fél évben a Nyíregyháza környéki tirpákoknak a táncával foglalkoztunk, és ezzel egy kicsit megalapoztuk a Felső-Tisza vidéknek azt a jellegzetes mozgáskultúráját, amit fent hangsúlyban táncolunk. Bár ezt úgy gondolom, hogy a kollégáknak nem nagyon kellett megtanítani, hiszen ezzel együtt éltek vele, születtek, tehát itt Kárpátalján ugyanezekkel az alapmozgásokkal járják a táncokat, és úgy terveztük, hogy ebben a második fél évben pedig Nagy Dobronyba megyünk el, és ott azoknak az alapjait tesszük le, hogy ha már itt vagyunk kint Kárpátalján, akkor természetesen ezekkel a táncokkal is tudjunk foglalkozni. A mai napunk az már egy kicsi előkészülete annak, ami majd november május 11-én lesz, mert 11-én zárul lényegében ennek a második fél évnek a szakmai anyaga, és oda már egy kicsit előkészülünk, hogy milyen gyakorlati bemutatót kell nekik tenni ahhoz, hogy úgymond befejezzük és lezárjuk ezt a második fél éves anyagot. Úgyhogy ennek a gyakorlása folyt a mai napon, illetve ennek az összeszerkesztése, és így a délután folyamán még maradunk Nagy Dobronyba, ahol ezekkel a dobronyi táncokkal foglalkozunk, illetve átismételjük a tirpák anyagot is. A képzés, mint hallhattuk, május 11-én zárul, ahol a sikeresen vizsgázók elismerő oklevélben részesülnek. És forgás, indítok, föl, félfordulj! Egy évtizedes kihagyás után vasárnap visszatért Beregszászba a megyei labdarúgás. A több száz kilátogató néző legnagyobb örömére ezt győzelemmel ünnepelte meg az újjászerveződött Beregvidék SC a Barátság stadionban. A hazaiak már 2 góllal is vezettek, végül 2-1-es sikert arattak a szintén megyei újonc Ilonokújfalui csillaggárdája ellen. A megyei másodosztályú labdarúgó bajnokságnak ez már a második fordulója volt, amiben az első forduló kihagyása után csatlakozott be a beregszászi foci csapat. Beregszászon az elmúlt időszakban több olyan programot is elfogadott a helyi képviselőtestület, amelyek elősegítik mind az ifjúsági futball, mint pedig a felnőtt csapatok támogatását, ezzel is népszerűsítve az egészséges életmódot. A mérkőzés előtt az egybegyűlteket Vince István, a beregszászi kistérség alpolgármestere köszöntötte, majd kiemelte, hogy nagy ünnep ez az egész kistérség számára, hiszen olyan hagyományokat élesztenek fel, amire hosszú időn keresztül büszke volt a város. Volt nem régen egy gyerektorna, amiknek mi is társszervezői voltunk Jánosiba, és ott felmerült annak a lehetősége, hogy megint nagyon sok szurkolót a meccsen, hogy megint újra kellene indítani, tehát sportra éhes a beregszászi közönség. Polgármester úr javaslatára elfogadtunk egy programot, képviselők minden frakcióban, minden képviselője megszavazta, tehát ez a programnak a neve, hogy a beregszászi futball fejlesztése 2024-2028-ban, ami először csak azt foglalta magába, hogy szerettünk volna a gyerekeknek lehetőséget biztosítani arra, hogy használják az infrastruktúráját a beregszászi Barátság stadionnak, és ennek a bérletét mi szerettük volna fizetni. Menet közben jön meg úgymond az étvágy, és azok az edzők, akik ezeket a korosztályos csapatokat edzik, javasolták, hogy miért nem indítunk el egy csapatot a megyei bajnokság első osztályában. Tehát úgy felmérjük az előnket, nem a felső osztályban, hanem az első osztályban próbáljuk meg, nézzük meg, hogy milyen csapatok vannak. És ugye, amióta megszűnt 2000
11 néhány óta a Beregvidék egy nagy újr is keletkezett, itt a beregszászi futball van, és tényleg azt látjuk, hogy éhesek az emberek a futballra, a sportra. A háború nagyon rányomta a bélyegét, hogy mindenki ugye egy kicsit úgymond gubbaszt bentül, és már szükség volt, hogy mindenki kijöjjön, és ékes bizonyíték, hogy elég sokan kijöttek így az első meccsre, aminek nagyon örülünk, és reméljük, hogy ennek lesz folytatása. A terveinkben van majd, hogy egy komolyabb csapatot is, de természetesen minden csak a háború végeztével. A Barátság stadionban a mérkőzések után dupla sikernek örvendhettek a kilátogatók, hiszen a beregszászi ifi csapat 2-0-ra, míg a felnőttek 2-1-re győzték le ugocsai ellenfelüket. Több mint 50 éve járom aktívan a hegyeket, és szeretném megköszönni a turisztikai tanácsnak, illetve a szerzőnek elsősorban ezt a munkát, amelyet most elénk tárt. Bakkancsra fel! Túra lehetőségek Kárpátalján címmel ukrán és magyar nyelvű kiadvány bemutatójára került sor a Munkácsi Mihály Magyar Házban. A könyv Kárpátalja hegycsúcsait, természeti látnivalóit és egyéb érdekességeit mutatja be 35 gyalogtúra részletes leírásán keresztül. Horváth Zoltán, a kiadvány szerzője, tapasztalt túravezető. Az általa ajánlott útvonalakat személyesen térképezte fel. A fotókkal és térképekkel gazdagon illusztrált könyv kiadása az Európai Unió Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna határon átgyúló együttműködési program finanszírozásával és a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács kezdeményezésére valósult meg. Gyakorlatilag elnökségi tagunk Horváth Zoltán kezdeményezte a könyvnek az összeállítását. Ugye ő már évtizedek óta foglalkozik a Kárpátokban túravezetéssel, és ő szerette volna, hogy ezt papírra vetni és elérhetővé tenni mások számára is. A turisztika tanácsnak meg volt egy ilyen határon átnyúló EU-s pályázata, amiben sikerült betennünk, és hál' Istennek 2023 végén sikerült nyomdába küldeni és kiadni a könyvet ukrán magyar nyelven. Nem egy kiadványban van, de az volt a cél, hogy magyarországi vendégek is, helyi magyar turisták, illetve Ukrajnából érkező turisták is tudják használni, meg hát nem csak turisták, hanem a helyiek is. A Bakkancsra fel kiadvány a beregszászi helyi termékboltunkban, a turisztika tanácsnak a katolikus templom mellett van egy helyi termékboltja, illetve turinfo pontja, illetve a tájházainkban, ami a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, illetve a turisztika tanács által működtetek Tiszacsomai Jurda tájházban, a Nagymuzsai, a Salánki tájházakban, illetve Visken is megtalálható lesz majd. Oleh mindössze 9 éves, de már szépen énekel, rajzol és verset is ír. Jelenleg nagyszüleivel él Kárpátalján. A háború következtében a családnak már kétszer kellett áttelepülnie. Egykor a Dombászi régióban éltek, ahonnan 2014-ben Harkivba költöztek. Olha, a kisfiú nagyanyja elmondta, hogy az utóbbi években számos megpróbáltatás érte őket. A Covid és a háború jelentősen megnehezítette a felnőtt életét, a kicsiktől pedig elvette a gyerekkort. Első osztályosként néhány hetet járt iskolába, majd egy ideig betegeskedett, kórházban volt. Ezután elkezdődött a Covid-járvány, bezárták az iskolákat, majd jött a háború, szinte nem is járt iskolába, barátai sincsenek. Pincék, metró, bujkálás, otthon a kádban, a falak között padlón fekve próbáltunk életben maradni. Hosszú keresés után Kárpátalján találtak biztonságos menedékhelyet, összecsomagolták minden holmiukat, vonatra szálltak és megérkeztek a Mesés Fülöp falvára. Megérkeztünk ide, és ő kicsit olyan volt, mint Maugli. Meglátta a gyerekeket, az iskolát, a csodálatos környezetet. Még egy kis folyó is van a közelben, a hegyek csodálatosak. Elment az iskolába, ott körbevették a gyerekek, a tanárok, azonnal lettek barátai. Annyira kellemes volt ez a fogadtatás, szinte libabőrös lettem. Befogadtak, élhető világban lehetünk, minden jóval ellátnak. Itt szabad embernek érezhetjük magunkat. Még nem is olyan régen ez az épület teljesen elhanyagolt állapotban volt, emlékeztek vissza a helybéliek. Végül az ember a bajban nemzetközi segélyszervezet jóvoltából megtörtént a felújítás, felszerelték szükséges kellékekkel, hogy lakható legyen. Ma ez a hely több áttelepült család otthona.
Ez az épület korábban nem volt alkalmas arra, hogy otthon nyújtson bárkinek is. Szörnyű állapotban volt. Emeletes épület. Egyszerre 27 személy befogadására alkalmas. Vannak lakó Donyeckből, Kramatorszkból, Luhanszkból, Mariupolból. Az utóbbi időben sokan érkeznek Harkivból. A nemzetközi szervezeteknek köszönhetően megyénkben sok ilyen szálláshelyet alakítottak ki. Legtöbbjük ma is várja az új lakókat. Nem minden menedékhely működik teltházzal. Korábban többen érkeztek Kárpátaljára, most viszont kevesebb áttelepült van, de a hirdetés sokat segít ezekben az esetekben, hiszen már közvetlenül a lakhelyükre érkeznek meg. Az Ember a bajban segélyszervezettel a közösségi oldalakon közzétett elérhetőségek révén lehet felvenni a kapcsolatot. Svitlana Mitrejevának, a filozófiai tudományok doktorának kezdeményezésére a napokban jótékonysági árverést rendeztek Ungváron. A befolyt összeget a 4 éves Danilo Kravchenko gyógykezelésére ajánlották fel, akinek az édesapja a 128-as hegyi rohamdandár soraiban harcol. Ezen a rendezvényen fel szeretnénk hívni az emberek figyelmét a jótékonykodás fontosságára. Ma egy nagyon beteg gyermek támogatására gyűjtünk pénzt, akinek az édesanyja is itt van. A gyermek egy összetett betegségben szenved, ami az agyát érinti. Sokan vannak, akik támogatják az ilyen akciókat, és ez jó példa lehet mások számára is. Svitlana Mitrejeva és Viktória Andrusiv kárpátaljai író, publicista és festő együtt mutatta be munkáit az árverésen, bár egyikük sem hivatásos művész, de a festészet fontos helyet foglal el az életükben. Még ha művészeti aukciónak is nevezzük ezt az eseményt, ez egy kísérlet arra, hogy megszólítsuk az emberek lelkét. Olyan korban élünk, amikor rengeteg a probléma, a háború, a lokális gondok, kisebb problémák, amik a háttérbe szorulnak, és ezeket nem észrevenni bizonyos értelemben bűn. Mi, akik vállaltuk, hogy segítünk ennek a kisfiúnak, nemes célt tűztünk ki magunk elé. A jótékonysági árverésen sok volt az érdeklődő, akik amellett, hogy csatlakoztak a jó ügyhöz, festményekkel is gazdagodtak. A hegyeket ábrázoló festményre licitáltam, mert a hegyeket meg kell hódítani, le kell győzni. Emellett a pénzzel jó ügyet támogattam. Ha a gyermek beteg, különösen ha a 128-as dandár katonájának gyermeke, ez a legkevesebb, amit tehetünk, hogy megvásárolunk egy ilyen gyönyörű festményt, és ezzel támogatjuk a beteg gyermek gyógyulását. Az árverésen 75.700 hrivnyát sikerült összegyűjteni, amit azonnal át is adtak Ivanna Kravchenkónak, a beteg kisfiú édesanyjának. Az agyféltekékkel vannak gondjaink, plusz strukturális epilepsziája van a kisfiamnak. Születése óta görcsoldó terápiát kap, és egész életében kapni fogja. Gyomorszondán keresztül tápláljuk. A legfontosabb dolog, amire vágyom, hogy egészséges legyen a gyerekem, és ne legyen szükségem erre a pénzre. De sajnos ez nem így van. Ezért nagyon hálás vagyok a szervezőknek a segítségért. A beteg kisfiú kezeléséhez szükséges gyógyszerek nagy részét külföldről szerzi be a család. Az árverés résztvevőinek köszönhetően az összegyűlt összeg komoly segítséget jelent nekik.